Kevés van belőle, aranyárban mérik a diót a piacokon. Városvezetők segítik a szülészeti klinikát, megújul a koraszülött osztály Pécsett. A bérbeadás után is kell adózni, a szabályokra figyelmeztet a NAV. Jobbnál jobb borokkal a képtárban, tárlatot vezetett a megyei közgyűlés elnöke. A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egekbe szökött a dió ára, a pécsi vásárcsarnokban már 2000 forint fölött árulják a csonthéjas csemege kilóját. Az árusok azt mondják, az időjárás a felelős azért, hogy idén aranyárban mérik a diót. 2000. Ennyibe kerül a pucol dió kilója a pécsi vásárcsarnokban. Pontosabban csak ennél a standnál kérnek 2000 forintot érte, mert néhány méterrel odébb már még drágább. Helyenként 2200-2500 forintba kerül a csonthéjas csemege. El vagyok nagyon keseredve, mert nem csak a dió lesz drága, hanem minden vele együtt. És aztán majd eszük a dejót, és nem a diót. Ez a kufa móra halomról jött. Azt mondja, az asszályos időjárás a felelős azért, hogy az egekbe szöktek idén az árak. Sok volt az asszály, és elég sok volt a fagy. Elég nagy volt a fagy, és azért. Olyan 20% a tavalyinak a díjó termés. A keveset pedig meg kell fizetni, teszi hozzá. Muszáj megvenni karácsonyra. És az jár jól, aki előre gondolkodik. A becslések szerint ugyanis az ünnepek előtt a 3000 forintot is el fogja érni a dióbéja kilónkénti ára. Előzetesbe került az a pénteken elfogott szentlőrinci férfi, akit az Ady Endre utcában holtan talált középkorú nő meggyilkolásával vádolnak. Az 56 éves áldozat holttestére október 6-án találtak rá egy kocsma melléképületében. A feltételezett elkövetőt pénteken fogták el szentlőrinci otthonában. A bíróság vasárnap rendelte el előzetes letartóztatását. A hatóság szerint az áldozat és feltételezett gyilkosa közelebbi baráti viszonyban állt egymással. A pontos indíték nem ismert, és azt sem lehet még tudni, hogy a férfi bevallotta tettét. Megtisztította az önkormányzat azt a Déli Báb utcához közeli erdős területet, ahol júliusban megtalálták Bendikat a holttestét. Mint ahogy arról többször beszámoltunk, a fás, bokros terület rendkívül elhanyagolt volt. Sokan illegális szemétlerakónak is használták a területet, annak ellenére, hogy családi házasövezetben fekszik. Mint ismert, a rendőrség arra gyanakszik, hogy P. László ezen a helyen folytotta meg a 26 éves rendőrségi pszichológusként dolgozó fiatal nőt. Kórtermet festettek a polgármesterek a pécsi szülészeti klinikán szombaton. A városvezetők arra akarták felhívni a figyelmet, hogy települési összefogással kell segíteni az intézményt. A Dél-Dunántúlon született gyerekek 38%-a a pécsi klinikán jön világra, ezért fontos szerintük az összefogás. Így festettek a szülészeti klinika koraszülött intenzív osztályán a polgármesterek szombaton. Csizi Péter alpolgármester is festőhengert fogott. Őt személyes emlékek kötik ehhez a felújítás alatt lévő kórteremhez. Kislánya február helyett decemberben jött világra. 21-én este azt mondta, hogy ő ki szeretne jönni, és 22-e hajnalban meg is érkezett. 33. hétre, tehát koraszülöttnek számított, és egy jó másfél hónapig ebben a teremben volt, és itt izgultunk érte, hogy mennyire tud megerősödni, de egy stram kislány. Csizi Péter azt mondja, mikor a kislányát itt ápolták, akkor látta, hogy milyen öreg, múlt századi épületben működik a klinika. Ezen akar javítani. Ezért szervezték ezt a festést is Szekszárd polgármesterével. Horváth István koraszülött kisfiát 5 évvel ezelőtt kezelték itt. Most egy komolyabb beruházást szeretnénk létesíteni itt a koraszülött intenzíven, és hát ezért vagyunk itt képviselőtársaim a polgármester kollégákkal, hogy felhívjuk az összefogásra figyelmet. A polgármester azt mondja, egész Dél-Dunántúlról érkeznek ide koraszülöttek, ezért segíti Szekszárdiként a klinikát. Most 420 millió forint pályázati pénzből újul meg az intézmény műszerparkja. Ezért szükséges volt az elektromos hálózat megerősítése, illetőleg az oxigén ellátás bizonyos módosítása, tehát jelentéktelennek mondható a nagy összeghez képest olyan
kórtermékben 5-6 millió forintos utómunkálatok elvégzésére van szükség. A kórterem festése ennek a munkának a része. A professzor azt mondja, ide 10 intenzív ágy, 10 inkubátor és 9 lélegeztető kerül majd többek között. Összesen 7550 gyermek született tavaly a Dél-Dunántúlon. Közülük 2877, vagyis 38%-uk a pécsi szülészeti klinikán jött a világra. Viszont a három megyéből a fenyegető koraszülések miatt az összes édesanyja ide kerül. Évente 80-100 koraszülöttet ápolnak a klinikán. Minden komolyabb baranyai uzsora ügy mögött felsejlik legalább egy rendőr, ezt nyilatkozta Mali Zoltán a pécsiújság.hu internetes lapnak. Az uzsorások elleni harcra felesküdött Dráva Piski polgármester szerint a rendőrök felkészületlenek, és sok esetben a kellő akarat sincs meg, hogy a megkezdett nyomozásokat véghez vigyék. Az ormánsági kisközség első embere azzal a váddal illeti a megyei rendvédelmi szerv dolgozóit, hogy uzsorások százai azért lehetnek mind a mai napig szabadlábon, mert a komolyabb ügyek mögött feltűnik legalább egy rendőr. Mali Zoltán elmondta, bár nem könnyű a dolga, hisz többször életveszélyesen megfenyegették, nem adja fel a harcot az uzsorások ellen. Konkrét eredményeket hozhat Baranyában is az új roma politika, ezt Farkas Flórián, az országos roma önkormányzat elnöke mondta egy pécsi rendezvényen. Farkas Flórián fideszes országgyűlési képviselő hangsúlyozta, külön öröm számára, hogy az Orbán Viktor miniszterelnökkel tavaly kötött keret megállapodáson túl, amelynek nem volt része a roma telepek ügye, a vidéki cigány vezetők érzik felelősségüket az ügyben, s maguk kezdeményezték a telep program beindítását Komlón. Az Oro elnöke kijelentette, figyelemmel kísérik a több száz pécsi komlói és siklós nagyfalui roma és nem roma családot érintő telepprogram ügyét, s a napokban elindult 1000 roma asszony szociális munkássá képzésének programjába is bevonják a Baranya megyeieket. 2010. augusztus 16-a óta nem kötelező bejelentkezni ingatlan bérbeadás tevékenységére az adóhivatalnál. Ez azt jelenti, ha valaki magánszemélyként az ingatlanját adja bérbe, nem kötelező adószámot kiváltania, kivéve ha a bérlő számlát kér a bérbeadótól, ugyanis akkor a számlatömb kiváltásához szükség van rá. A jövedelmet kétféleképpen lehet meghatározni, az egyik a tételes költségelszámolás, a másik pedig a 10%-os jövedelemhányad. A bérbeadónak adóelőleget is kell fizetnie időszakonként, ebben az esetben ki kell számítani a jövedelem összeget, és erre kell kiszámolni az adóelőleg összegét, ezt pedig a tárgyi negyedévet követő hó 12-ig kell megfizetni. A NAV felhívja a figyelmet arra is, ha a bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az 1 millió forintot, akkor egészségügyi hozzájárulást kell fizetni, ennek mértéke pedig 14%. Az utóbbi időben sokat hallani arról, hogy az ingatlan bérbeadás területén egyre gyakoribb az, hogy nem meghatározott időszakokra, évekre, hónapokra adják ki a bérbeadók ezeket az ingatlanokat, hanem akár egy órára és egy napra, egy hétre is. Törvényi tiltás ezzel kapcsolatban nincsen. Az adójogszabályok ugyanúgy vonatkoznak arra is, aki egy évre adja ki az ingatlanát, meg arra is, aki egy órára. Tisztújító küldöttgyűlést tartottak a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarába október 15-én. Itt a vezető tisztségviselők és a kamarai önkormányzati bizottságok tagjait választották meg, valamint a nemzeti kamarai küldöttekre, az Európai Vállalkozói Parlament küldötteire és más testületek tagjaira történő jelölések bonyolították le. Mint már beszámoltunk róla, a szeptember 19-i Baranya megyei kamarai választáson a kamarában rendben regisztrált vállalkozások tagozatonként megválasztották küldötteiket a kamara küldöttgyűlésébe. A Modern Magyar Képtárban tartott szubjektív tárlatvezetést péntek este Tifán Zsolt, saját maga által választott képeket elemzett a politikus. A Baranya megyei közgyűlés elnöke elmondta, azzal, hogy Pécs 2010-ben Európa kulturális fővárosa volt, élenjáróvá vált a művészetek és a kultúra terén. A tárlatvezetés közben a közönség jobbnál jobb borokat is kóstolhatott, hisz saját borászatának nedűit szolgálta fel a megyei elnök. A boros gazda, valahol a festőművész, valahol az énekes, valahol a színész mindig valami katartikus élményre készül, és ezt akarja megosztani embertársaival. És amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor kiszakadunk egy kicsit a világ gyors forgatagából, és megnyugszunk egy kicsit, egészséges módon megáll az idő. A tárlatvezetésről bővebb összeállítást pénteki Fáma című műsorunkban láthatnak.
Október 15-től indul a rendőrség látni és látszani elnevezésű baleset megelőzési kampánya, közölte a Baranya megyei rendőrfőkapitányság mai sajtótájékoztatóján. A program 2 hónapig tart majd, és rendkívüli figyelmet fordít mind a látás, mind a láthatóság fontosságának propagálására. A kampány során ingyenesen kérhetjük járműveink világító berendezéseinek ellenőrzését, de szemorvosi vizsgálaton is részt vehetünk. A kampányhoz kapcsolódóan a rendőrség fokozott közúti ellenőrzéseket tart egészen december 15-éig. Az ellenőrzések során teljes körűen vizsgálják a gépjárművek világítását, láthatóságát. Szerb divattervezők munkáit mutatták be szombaton Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben. A szerb divathét része, hogy ellátogatnak egy bemutatóval valamelyik szomszédos országba. Idén a Baranyai megyeszékhelyt választották, ahol a pécsi kesztyűvel is megismerkedtettek a szakemberek. Szerb divattervezők munkáit mutatják be modellek a Zsolnai Kulturális Negyedben szombaton. Egy belgrádi ügynökség szervezte a bemutatót, idén Pécsre látogattak el. Az együttműködés már tavaly elkezdődött a két ország között, a Fashion Travel-lel. A belgrádi Hungarikum központ segítségével jutottunk el Budapestre. A Fashion Travel a szerbiai divathétnek része, ami egy utazást jelent egy szomszéd országba, ahová elviszünk egy divat bemutatót. Biztos vagyok benne, hogy ez egy együttműködés kezdete. Ennek eredménye lehet, hogy például a belgrádiak megismerik például a pécsi kesztyűt. Az igazgató azt mondja, meglátogatta a kesztyűsöket, sokkolta, hogy milyen világcégeknek gyártanak, és hogy milyen technikát őriznek már 130 éve. Annyira tetszettek neki a pécsi kesztyűk, hogy a bemutatott ruhákhoz is ezeket húzták fel a modellek. De nem csak a divat terén lehet sikeres együttműködés a két ország között. Ha ezt átszámolnánk, ezt a nagy média megjelenést, csak egy-egy női magazinban 4-5-6 oldalas cikkek fognak a városunkról megjelenni. A filmek, amik készülnek, rengeteg vágókép készül magáról a városról, ma egész nap forgattak az önök kollégái. Azt várjuk ettől, hogy a szerbek jobban megismerik a mi városunkat, látni fogják, hogy milyen gyönyörű és útra kelnek. Hegyi Zsuzsa azt mondja, összesen 92 vendég érkezett a pécsi bemutatóra. A manökkenek és divattervezők mellett újságírók, fotósok, tévések, akik megismertetik a szerbeket városunkkal. Október 15-e a látássérültek nemzetközi napja, és egyben a fehér bot világnapja. Az országosan is számos eseménnyel kísért nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének adatai szerint 50 millióra tehető a világon a vakok, és további 135 millióra a gyengénlátók száma. Ma már a vakságot okozó betegségek több mint fele megelőzhető, a bekövetkező megbetegedéseknek pedig egyre nagyobb része gyógyítható. Regionális híreink következnek. Egy állandó hatalmas adósságtömeget kell mindig újra finanszírozni, a nemzetközi pénzpiac így tudja sakban tartani hazánkat, hangsúlyozta Botos Katalin egy kaposvári konferencián. A közgazdász szerint könnyebbséget hozna az IMF-fel kötött megállapodás, ám nem szabad mindenáron megegyezni a valuta alappal. A szakember kiemelte, a dolgozó családok szociális juttatását nem szabad megkurtítani, ugyanis az ő felemelkedésüknek köszönhetően hosszú távon ki lehet lábalni a válságból. Hazán gazdasági és politikai helyzetét elemezték neves szakemberek a Kárpát-medencei konferencián. Van azért egy rossz megérzésem, hogy a politikai és társadalmi gazdasági környezet azért nem azt jósolja, hogy a válság eltűnne ebből a régióból, sőt, a válság itt lesz, és nekünk erre a válságra és erre a kicsit nehéz gazdasági körülményekre valamilyen választ kell adni. Jakó Gergely közgyűlési alelnök arra kérte a konferencia szakembereit, próbáljanak választ adni ezekre az égető kérdésekre. Ilyen az államadósság kezelése is, amely hatalmas teherként nehezedik a magyar kormány vállára. A kormány ugyan próbálta csökkenteni a felhalmozott adósságot, ám nem mindig a legjobb eszközöket választotta, hangsúlyozta Botos Katalin. Állandó adósság tömeget kell refinanszíroznunk, és ez lebeg az ember feje fölött, hogy ha
nem vagyunk megfelelőek a nemzetközi pénzpiacnak, nem tartanak megfelelőnek, akkor az éppen lejáró adósságot esetleg nem tudnánk finanszírozni. Tehát ez az, ami nagyon szorítja a társadalmat. Még az is jobb lenne, ha csak az lenne, hogy a kamatokat, a mindenki kamatokat úgy, ahogy az esedékes finanszíroznánk a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően, de ne kellene a folyamatos adósság megújításnak, hogy így mondjam, blöki ugorj, dolgát megcsinálni, hogy cukorka itt van, ugrasz, akkor kapsz, nem ugrasz, nem kapsz. Tehát ez a nagy nyomás van az országon. Ez a nyomás pedig jelentősen megnehezíti a válságból való kilábalást, mondta a közgazdász professzor. Botos Katalin hozzátette, a demográfiai helyzet javítása hosszú távon megoldást nyújthat a problémákra. Ehhez azonban nem szabad csökkenteni a családoknak járó támogatást, még akkor sem, ha az IMF kéri, hangsúlyozta a szakember. A szociális juttatásnak a struktúráján, hogy ki meg, hogy és milyen feltételek meg kap, ezen lehet gondolkodni, de hogy a családok támogatását olyan irányba befolyásolni, hogy a tanult, képzett, szakembert teremtő családokat termelő, idézőjelbe teszem, családokat támogassuk. Ez nagyon fontos, nem a megélhetési szülésre gondolok, de arra igen, hogy a családok ne amiatt dobjanak fel egy forintot, vagy két forintot, vagy 100 forintot, melyik fele esik le, hogy melyik gyerek tanulhat tovább. Botos Katalin szerint nagyban megkönnyíteni a helyzetet az IMF-fel való megállapodás, ám mindenáron nem szabad megegyezni a valuta alappal. Évente 2500-an vetnek véget önként életüknek Magyarországon, ami azt jelenti, hogy minden nap 7 ember lesz öngyilkos, amelynek oka a depresszió. 2009-ben a magyar lakosság 6%-a vallotta magát depressziósnak, ez a szám pedig szakértők szerint 2020-ra tovább növekedhet. Önakasztás egy fára a Szekszárdi Prométheus Parkban, vagy ugrás a mélybe, a 160 lakásos épület tetejéről. Mindkét esetre volt példa az elmúlt években. Magyarországon évente 2500-an vetnek véget önkezükkel az életüknek, azaz napi heten, amelynek oka szinte mindig a depresszió. Kiegyensúlyozatlan, zavart lelkiállapot esetén nem beszélhetünk egészségről. László Varga Zsuzsanna, a Tolna megyei kormányhivatal főigazgatója nyitotta meg azt a szekszárdi konferenciát, amelynek központi témája a depresszió volt. A szakemberek szerint a fáradékonyság, kedvtelenség már ennek a lelki betegségnek az első jelei közé tartozhat. Ez egy lappangó betegség, tehát nem egyik pillanatról a másikra tör láng. Én azt is szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a lélekrákja. 2009-ben Magyarországon a lakosság 6%-a vallotta magát krónikus depresszióban szenvedőnek. Ez a probléma az úgynevezett társadalomra legnagyobb terhet jelentő betegségek listáján 2020-ra az első helyre kerülhet. Szakemberek szerint továbbra is nagy gondot jelent, hogy sokan nem ismerik felvállalni, hogy depressziósak és orvosi segítségre van szükségük. Sokszor megfogalmazzák a hozzánk érkező páciensek is, hogy nem szívesen jönnek, mert hogy a köztudatban még mindig az van, hogy aki pszichológus vagy pszichiáterhez jár, az tulajdonképpen bolondnak titulálja a környezete. Pedig szakértők szerint a betegségek eltitkolása még a beteg környezetére is negatív kihatással lehet. A problémát tovább bonyolítja, hogy egyre kevesebb a gyógyító szakember és egyre több a beteg. Emellett pedig csökken a pszichiátriai ellátásra fordított összeg is, hiszen míg 2006-ban ez a szám még 93 milliárd forint volt, addig 2010-ben már csak 87 milliárd. Elindult a fűtési szezon Kaposváron, azonban néhány társasházban a nyári időszakban is bejelzett a költségmegosztó, holott egész szezonban nem fűtöttek. A lakók attól tartanak, hogy az így keletkezett többletet ki kell majd fizetniük. Egész nyáron nem ment a fűtés a kaposvári társasházakban. Néhány évet több lakásba is beszerelték a költségmegosztó műszereket, hiszen így igazságosabban tudják elosztani a fűtési díjat a lakók. A készüléknek most a fűtés megkezdése előtt így kellene festenie, nullánál. Csak hogy több ház lakói azt tapasztalták, hogy értéket mutat a költségmegosztó. Nem szoktam nézegetni, eszembe se jutott, hogy az mér valamit. Pedig mér. Ebben a házban több lakásban is értéket mutat, sőt, van, ahol nem csak 8-ast, hanem 15-öt is. Vélhetően a nap melegítette fel a csövekben lévő vizet, ezt jelezte a mérőműszer. Le van zárva a radiátor, nem csak az állítógomb, hanem a golyóscsap is, és mégis mutat a műszer, amit felszereltek. Penkó Istvánné el is mondta panaszát a megfelelő helyen, ám segítséget nem kapott, csupán néhány jó szándékú, ám annál hasztalanabb tanácsot. Azt mondták, cserítessem le a golyóscsapot, vagy szellőztessek többet. Mert hogy? Mert hogy ugye a meleget átveszi a lakás, és akkor elindul a műszer.
A fűtési szezon végén olvassák le a költségmegosztókat, ezután jön ki a végszámla is. Hát most augusztusban azt hiszem, tavaly előbb leolvasták, de az idővel is később. Akkor le is nullázták a készüléket, leellenőrizték, hogy a golyós csapok el vannak-e zárva. Úgy tudjuk, ezt a fűtés bekapcsolása előtt is meg kellett volna tennie a cégnek, ám információink szerint ez mostanáig nem történt meg. Kerestük a költségmegosztókat kezelő céget is, ám interjút csak későbbre ígértek. A lakók attól tartanak, hogy az így keletkezett különbözetet ki kell fizetniük. A horvát hadirokkantak napján több mint 1000 versenyeztek az egykori katonák közül, hogy megmutassák, van élet a háború után is. A veszteségeket mutatja az a szám, hogy 5 év alatt 10 000 rokkantsági bizonylatot állítottak ki a tartós egészségkárosodást szenvedett katonák nevére. A közülük kikerült sportolók ma is példát mutatnak. Nemzeti találkozójuk idei állomása Verőce volt, az úszóversenyeket pedig magyar felségterületen Barcson tartották meg. Több mint 60 úszó érkezett a verseny Barcsi helyszínére, hogy összemérje tudását. Több kategóriában vethették magukat a vízbe, attól függően, hogy milyen sérülést és károsodást szenvedtek a harcokban. Frányó Plemencsics Karlovac környéké harcolt, ott vesztette el a lábát. Két fiam van, így az úszás nem csak az én életemet segíti. Ez a nap egyúttal emlékezés is, és út a jövőbe. Amíg mozgok, addig élek. Valaha rokkant embert látni furcsa volt nálunk, de most már nem az. Én a családomat is rokkantként alapítottam, nekem sajnos ez a normális életforma. A fiataloknak így mutatunk példát, mondta a versenyző, hiszen látniuk kell, hogy a háború után is van élet. Alent felesége várta otthon 6 hónapos kisfiával, egy hónapig semmit sem tudtak róla. Egyszer csak jött a hír, elvesztette a lábát, de él. Azóta is úszik, eddig több tucat aranyérmet szerzett már. Ő így mutat példát a felnövekvő nemzedéknek, hogy lássák, nem szabad feladni és összeroppanni. Minden nap egy új bizonyítás. A fiataloknak meg kell mutatni, hogy pusztán a fizikai erőlét nem minden. A győzelem ugyanis a fejben van, ezért kell menni tovább. Nem szabad folyton visszafelé nézni, meg kell próbálni felejteni. Igaz, a lábam miatt én sosem fogok tudni mindent elfelejteni. A délszláv háború a legvéresebb katonai cselekmény volt Európában a II. Világháború után. Az áldozatok számát ma is csupán becsülni lehet. Egyes vélekedések szerint 300 000 halálos áldozatot követeltek a harcok, és 1 000 000 embert tettek földön futóvá. Az elmúlt évhez képest idén 50%-kal megemelkedett a szabadtéri tüzek száma Somogyban. Több mint 1000 esetben kellett a tűzoltóknak avartüzekhez vonulniuk. Az őszi időszakban pedig fokozott veszélyt jelenthetnek a kerti levélégetések. Aki megsérti a tűzvédelmi szabályzatot, az akár több millió forintos bírságot is kaphat. Szoktam leveleket, itt egy kupaszba szedem össze, elégettem. A kertben összeszáradt fenyigét égett el, ott jártunk kor ez az idős asszony. Azt mondja, össze szokott tüzet gyújtani, hisz ilyenkor már biztonságosabb. A somogyi tűzoltóknak idén már bőven volt mit oltaniuk, ami a szabadtéri tüzeket illeti. Az idejében idáig közel 2000 esetünk volt, tehát a Somogy megyei katasztrofai igazgatóságnak, ebből megközelítőleg 1000, pontosan 1037 esetünk volt, majd a szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos. Ez összehasonlításként a tavalyi évhez képest 50%-os növekedést mutat, mely a főképp az idei csapadékmentes száraz időjárásnak tudható be. A legtöbb esetben tarlótüzeket okozott az asszály, vagy éppen a gondatlanság, de az őszi levél és hulladékégetésekkel kapcsolatban is már számos bejelentés érkezett, mondja a szóvivő. Mivel a tűzgyújtási tilalom már nincs érvényben, így egyre gyakrabban gyújtunk tüzet otthon, a kertben. Körültekintően kell ezeket a tüzeket kezelni, úgyhogy a környezetére veszélyt ne jelentsen, legyenek felszerelések, szerszámok a közelben, hogy ha tovább terjed a tűz, akkor el tudjuk oltani, illetve a továbbterjedését mindenképpen meg tudjuk akadályozni. Aki nem tartja be ezeket a szabályokat és baleset történik, az tűzvédelmi bírságra számíthat. Ennek mértéke a tűz terjedésétől és a tűzoltói beavatkozástól függően 100 000 forinttól egészen 3 millió forintig is terjedhet. Rögtön jön az időjárás, előtte azonban lássuk a nap legfontosabb híreit még egyszer egy-egy mondatban. Kevés van belőle, aranyárban mérik a diót a piacokon. Városvezetők segítik a szülészeti klinikát, megújul a koraszülött osztály Pécset. A bérbeadás után is kell adózni, a szabályokra figyelmeztet a NAV. Jobbnál jobb borokkal a képtárban, tárlatot vezetett a megyei közgyűlés elnöke.
Kedden erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, többfelé esővel, záporral, néhol egy-egy zivatar is előfordulhat. Nyugaton csak 10-15, keleten 15 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Ez volt a Híradó hétfő este, friss hírekkel holnap a szokott időben várjuk Önöket. További szép estét kívánok, viszontlátásra!